óriási fellélegzés, egy óriási kőgörbül a szívemre, amikor megtudom, hogy adásmenetből, hogy Baj Éva itt lesz, abban biztos voltak, hogy zseniálisat fogunk elni. Mert adás előtt így a Sminx, már a folyosón hallottuk hangját, és megjött a jó kedv és a napsütés. Igen, sziasztok! Te ez bors? Ez bors, igen, de ne aggódj, nem lesz olyan rettetően erős. Hát nem, hát mondjuk a refluxom miatt csak. Jaj, ne, egy már csillagos egem, hát ez... Finom lesz. Megint egy saját fejlesztésű receptet látunk? Igen, ez egy egyszerű kaja. Kókuszsírban fogom megsütni a pipit, ez benne is hagyom, mert ez bekerül a sütőbe. Ebben pedig előpárolom egy picit a friss zsenge spenótot, kis fokhagymával, kis tejszínnel. Rátesszük a pipire, és rátesszük a sok-sok mozzarellát, meg egy kis parmigyán, be a sütőbe, és kész. Tényleg? Ennyi az egész. Ennyi az egész. Csattogtatunk, és minden rendben van. Az fontos nyilván ez a friss penót történet állat, hogy mindig... Ha lehet friss alapanyagokból, persze, ha lehet. Ez mennyi idő körülbelül? Ez 20 perc. Szuper. És köretet szoktál hozzá, vagy hogy lehet, persze, hogy lehet. Hogyha kicsit több lenne a spenót, mondjuk akkor akár az lenne maga. Uh-huh. De lehet rist hozzá, például, vagy bulgurt, vagy akár bármit, amit az ember szeret. Krumplit is. Krumplipürét. Jó, most a csirke előkészítésénél mondjuk van valami speciális bajévás fűszerezés? Hát semmi, különös sóbors, és egy icipici vegetát tettem, hogy kicsit izgalmasabb legyen. A vegetával kapcsolatban neked milyen, mert sokszor azt mondják, hogy sok szakács úgy gondolja, csak egy egész picit szoktam tenni, hát csak az ízekedvér most itt, mert aztán most keresünk, ha majd, szóval nem akartunk zajongani. Ja, ki szerecsendiót még, mert az is nagyon fontos a spenóthoz. Fokhagyma, szerencsedió. Szerencsedió, ennyi lesz. Most csak azért tettem egy kis vegetát, hogy egy picit megbolondítsa. De volt egy véleménykérdésünk, most még nem mutatjuk meg, hogy hol állunk, hogy ő milyen gyakran főz. Ugye hát Andrea drága azt hogy... Ritkán, nem azért, mert nem eszünk, hanem mert más főzött. Hát igen, én meg ugye szinte soha, de minden nap főzöl? Igen, már ma reggel is megfőztem az ebédet, mert mire hazamegyek, 11:30-12, és az uramnak enni kell. Mindenképpen, mikor keltél mindehhez? Hát én 6-kor kellett mindig. És elvárja én is, csak azért nem várja az el, nem várja el, de szereti. Hát csodálod, mert ezt a minőséget nem lehet elengedni csak úgy. Igen, igen. És mit készítettél neki? Semmi különös, gombás szeletet, kis tejfölös gombás szeletet, hazamegyek és egy kis nokkedlit csinálok mellé. Ja, hogy még akkor frissen egy kis nokkedli is jön. Megőrsz. Nem lehetne összeköltözni veled esetleg? De, gyertek, nagy a ház, gyertek. Elfértek. Na jó, hát akkor szerintem ezt most megmutattuk az előkészületeket, úgyhogy nyugodtan kezdje hozzá. És hát akkor körülbelül, hát az csak úgy van, ja, hogy legyen. Ja, látványnak, de ne zavarjunk meg akkor itt a kedves nézőket. Nem. Jó. Mert, és akkor mikor leszünk legközelebb, hát, adásmenet szerint? Hát most nem tudom igazából, mert az most nincs ide. Hát te kész leszel 20 perc múlva. Igen, annyi mindenképpen jó. Van. Jó, oké.